Pinchers-t is megverték, ami nekem megint csak meglepő, de, de azt mondom, hogy lehet, hogy ez a meglepetések napja, és a G-Fame úgy győztesként kijönni, de én maradok inkább a Team Packerity-nél. Hát én viszont továbbra is kitartok Team Packerity-nél. Ugye a G-Fame csapatát korábbi csata játékosok erősítik, Vajas Csikken, illetve Tokítót láthattuk már korábban ugyanezen csapat színeiben selejtezőkön. Viszont M, jól tudom, Milán egyébként a valódi neve, és közben Zeker Bojanov is szerezte a vezetést. Nézzük csak, mi történt. Itt volt egy nagyon jó védés Vajastól. Tehát egyedül nem tudta visszatartani, most itt Vajas Csikentől. Bocsánat. De igen. De nem, egyszerűen nem tudta megvédeni a kaput Zekertől. Amúgy az ezelőtti meccsen pont azt beszéltem, hogy szerintem Zekev a csapata húzója. Mert a Team Packerity-nek a húzó ember az Zekev, én szerintem. A mai teljesítményéből kiindulva. Gólok terén, helyzetek terén, védések terén, mindenhogyan azt mondom, hogy ő az, aki most pályán a legtündöklőbb játékosa. Így van. Na, de hogy mire lesz majd képes ezen a G-Fame ellen? Egy góllal már vezet a csapata. M, és M, egy 50-50-et jól vívnek, majd Vajas Csikedlő távolról, Susix eléri épp, hogy csak a backboardra üti. Ott van Tokító. Tokító még mindig. Madi, jól viszi emellette, M viszont alatta szépen teszi el. Vajas Csikken. Ő nem találta el, de Tokítónak jó. Tokító második érintés már annyira nem jött be neki. Susix lőne. Vajas Csikken ki középre. Nem találja Tokító, végül nem védi. Susix indul meg a labdával, nézzük, hogy be tudja centerezni, és érkezik Madi! Mellé. Pont mellé. Pedig én azt egy pillanatig bent láttam. M. A játék az megy tovább. Igen. Ezt Madi nem talált el, de így jó Susixnak. Susix fel egy double tapre, nem, nincs boostja már rá. Ott egy kis érdekes kavarodás a labda mögött. Maradt támadásban a peculiarity. És érkezik Zekev, és be is fejezi Susixnak a csodálatos játékát. Nézzük. Susix visszafordul, pont ráesik a labda. És Zekev Tokító alatt bepatintja a kapujába a labdát. És hát a G-Fame kapujába a labdát. 2-0 ezzel már. Egészen amúgy hasonlóan indít a Packerity, mint az előző mérkőzésen, bár mondjuk most nem lőttek olyan sok volt, mint mondjuk a Saras team ellen, de sokkal bátrabbnak, illetve sokkal magabiztosabbnak és sokkal dominánsabbnak érzem őket. Ugyanúgy, mint az aktuális ellenfelüket, előbb a Saras team ellen, most pedig a G-Fame ellen, és nézd meg Zekev, Mester 3-os neve mellett. Hát ez gyorsan ment. Elég gyorsan. Talán ennyire gyors Zekev még nem volt a mai nap. Talán nem közvetített mérkőzésen lehet, de... De az eddig ezen a mérkőzésen, igen. Mondd csak! Ugye, amit streameltünk, azok közül nem. Nem volt még ennyire gyors. Én amúgy úgy látom, hogy Team Packerity-nek az ezelőtti meccs, tehát a Saras team meccset képest ez csemege. És a srácok nem is cáfolnak. Hát azért tegyük hozzá, hogy Zekev Mester 4-es szerzett, valami Susix neve mellett viszont egy játékszervező medál szerepel már. Team Packerity nagyon-nagyon erősen kezd. Mit nem mondjak. Próbálom most felidézni, hogy mit játszottak a előző selejtezőn, ott milyen végeredmények lettek. Az első mérkőzés 4-3-ra a Packerity nyerte, a másodikat 3-1-re a G-Fame, a harmadikat 3-2-re. Szintén a két csapat. 4-3 mondjuk ebből még lehet egy hozzá. Nagyon könnyen lehet. Zekev. Zekev adná be, ott van, nem zárja a szöget. Most itt igazából G-Fame-nél most az is egy jó taktika lehet, hogy akár ezt a mérkőzést beadozzák, hogy egy kicsikét összeszedjék magukat, és jobban kiismerjék a Packerity játékát. Saras team-nél ez majdnem be is jött,
És mindeközben Modi szerzi meg saját maga első gólját, ezzel 5-0-ra vezet a csapata. És az halka hozzáteszem, Susix negyedik gólt passza már a mérkőzésen. Te mit gondolsz hogy erről az előbbiről, hogy akár ezt a mérkőzést beáldozhatja a GFM a tekintetben, hogy második és harmadik mérkőzésen jobban kiismerve ellenfelét visszavágjon? Hát azt mondhatjuk, hogy ismerkedős meccs a GFM részéről, de a Team Pecrity az halál komolyan veszi a dolgokat, és kivégzésnek már neki is kezdett. Nem tudom, hogy mit fog ebből kihozni a GFM. Egyszerűen erre a kérdésre most kiáltástalan vagyok. De amúgy nagy esély van arra, hogy ezt az első meccset kihasználva megfordítják az egészet, és így is van, M meg is szerezte az első gólját csapatának ezen a találkozó. 5-1. Szépítenek. Na van-e még, elég lesz-e nekik ez az idő, hogy akár meg is mentsék hosszabbításra? Hát erre én inkább azt mondanám, matematikai esély van, reális, nem annyira. De ez illetőleg teljesen jól jött nekik. Bajos Chicken, Miss, Madival szembe, Emma labdával. Ment volna a blokkra, Madi kap egy demót. Talán egy kicsit akkor... Dozz... És igen, Susin... Én ebből a helyzetből éreztem, hogy... Na mondjad te. Susix nagyon jól megállta a helyzetet, és hát... A GFM egy kicsit mintha össze-vissza állt volna, és kicsit mintha rendezetlen lett volna a védekezésük. De hát... Lehet, hogy ez csak a Team Pecrity-nek a szervezettsége miatt született ez a gól, ami inkább... az bizonyosul reálisnak. Hát igen, ott igazából ott M-től talán egy kicsit elkapkodott volt az a helyzet, hogy pont kapufára ütötte rá, nem pedig sorokra, mert így pont Susix elé pattant, a védők pedig úgy hirtelen felindult, hirtelen nem tudták, hogy mit csináljanak ennél a helyzetnél, annyira gyorsan történt itt minden, és hát hogyha lett volna még kérdőjel ennél a mérkőzésnél, akkor így már végképp vége. Talán esetleg egy hetedik gól, egy brazilt beállít a Pecrity? Hát még lehet. Susix feladja a labdát, nézzük, hogy ki tudja összeszedni. Majd a földről landol. Ez az első meccset a Team Pecrity nyeri. Hát akkor így a földről elkérik azt a labdát és visszük tovább a következő aréna gyepére. Letenni középkezdésre és majd onnan indítjuk. 1-0-ás kék előnyről. Így erről a mérkőzésről mit tudnál elmondani, Geri? Egyelőre azt tudom, hogy azt látom én, hogy a Team Pecrity megint próbálja elnyomni az ellenfelet, legyen bárkiről szó, és ahogy nézzük, az a GFM nem véletlenül jutott el idáig, tehát lehet, hogy még meglepetéseket fognak okozni, ahogy mondtad, hogy lehet, hogy ez csak egy felmérik a terepet, úgymond. A következő meccs mindenképpen megválaszolja az összes kérdésünket, mert azért az nyilván már tartalmasabb lesz. Mert azért a várakozik is a GFM, az örök végtelenségében nem várakozhat. Hát ki tudja. Inkább azt mondom, hogy kezdjük el a Team Pecrity GFM találkozónak a második meccsét. 1-0-as Team Pecrity előnyről. Így van. Ugye pont az előző mérkőzésen lehetett látni, hogy hiába nyert nagy gólkülönbséggel egy csapat, ez egy mérkőzés öréndítás lesz. Szóval hiába nyert nagy gólkülönbséggel egy csapat, azért az nem feltétlenül jelenti azt, hogy akkor ők ugyanaz a lendülettel fogják folytatni. Nem. Mint ahogy a Team Pecrity is mennyi 8-2-re nyerte meg az első mérkőzést az előbb. Jól emlékszem. És mégis... 7-2, köszönöm. És mégis Saras Team közel volt ahhoz, hogy legalább egy hosszabbítás kiharcoljon. Így van. Szóval ezen logika alapján a GFM is pályázhat erre joggal. Bár mondjuk ahhoz szerintem mutatott játékban is kell majd javítani. De szerintem. Teljesen jól mondod.
Nagyon sok kérdés van még ezzel a találkozóval kapcsolatban, de szerintem nem csak mi kettőnknek, hanem úgy mindenkinek. Mindeközben lassan kezdetét veszi a második mérkőzés. Csak a játékosokra várunk. Úgyhogy igazából ezzel a mai selejtező végeredményével a Team Horizon Reapers felsőágról már bejutott. Korábban Non várakozik jelenleg ennek a mérkőzésnek a győztesére. Kettére. Így van. Majd. Amely mondjuk, igen. És jövő héten szombaton érkezik a negyedik és egyben utolsó selejtező, ahonnan további két csapat még kijuthat, vagy bejuthat a csoportkörbe. Több lehetőség viszont már nem lesz. Megmondom, úgyhogy maximum még a pótselejtező, amely jövő hét vasárnap lesz. Azért mondjuk arra is kíváncsi leszek, hogy ki lesznek azok a csapatok, akik így úgymond újra próbálkoznak. Mármit jövő hétre gondolsz? Így van, most a jövő hétre tekintve. Mert ugye az ITH-ra az továbbított, ez szerintem nagyon sok mindenkinek nem okozott nagy meglepetést. De még így a mai napra tekintve amúgy a NAN, és hát most vagy Team Calculator, vagy G-Fame mérkőzés, azt nem várom. Szerintem amúgy az egyik legizgalmasabb mérkőzés lesz mai nap, ha nem biztos. Hát, és ha tényleg ember legyen a talpán, aki előre megmeri tippelni, hogy ki fog tovább jutni. Ugyanis a NAN nagyon bátran játszott a Team Horizon Reapers ellen, és szerintem ott egy minimális tapasztalatlanságon múlott, hogy végül nem sikerült nekik a továbbjutást kiharcolni egyeneságon. De a Pekeritének, akár a Pekeritének, akár a G-Fame-nek nagyon föl kell kötni a nadrágot ellenük. Az egyszer biztos. Mindeközben sem. Egyébként időt kért a G-Fame, úgyhogy az is kezdődik később ez a mérkőzés. Kis technikai problémára panaszkodnak, ezzel is tudjunk később kezdeni. Ugye erre 5 perc szünetet mindig tudunk biztosítani a játékosoknak, hogyha bármi probléma adódik. Viszont ha 5 perc után sem jönnek meg, akkor a Pekeriti játéknikő tovább jutott. Addig én igazából ránéznék a veszteságról, érdemben nem nagyon tudunk beszélni, mint a korai eredményekről. A Civis Clutchers például, amelyik az első selejtezőn 3. helyet ért el, és a másodikon is 13. helyen zárt. Most pont a Saras Team ellen kényszerült búcsúra az alsó ágon. Kettőn arányban maradtak, ahol így 9. helyen, megosztott 9. helyen zártak. A Pinchers pedig szintén, meg szintén pótselejtezős csapat lesz. Ők meg szintén pont a Saras Team ellen. Tehát ők a Civis Clutchers és a Saras Team további terre vártak, és ugyanúgy alul maradtak végül. Második selejtezőn pont Saras Team ellen nyert a Pinchers, így biztosították be a pótselejtezős részvételüket. Most úgy néz ki, visszavágott Ricsó és csapata. Ráadásul megérkezett a G-Fame, úgyhogy kezdetét veheti a Best of 3 második mérkőzése. Kis kényszerszünetet követően. És meg is indultak a játékosok. Sárga oldalra pattan ki a labda, majd Madi megy a labdával. És Susix meg is szerzi az első gólt. A meccs első gólját. Hát ez gyorsan ment. 6 másodperc alatt. Hol voltak a G-Fame védői? Igen, ugyanezt akartam kérdezni én is. Hát ez így nagyon-nagyon... Ugyanolyan gyors gól volt, mint az előző mérkőzésen. Mondom. Olyan, ott is korán szerezte meg a vezetést. Megkörülti. Igen, 11 másodperc alatt. De milyen jó memóriád van, Geri? Most kivétel csak akkor mindegy. Na, de hogy ez megint egy új arcot fog adni a mérkőzésnek, ugyanis pont arról beszélgettünk, hogy akár a G-Fame megfordíthatja az egész szériát. Vagy hogy mennyire lehet esélyük rá, erre rögtön egy azzal indítjuk az egész második mérkőzést, hogy gólt kapnak, és vezet az ellenfél. Ahogy már lassan, így a Team Pack-től lehetnek ilyen megszokásaink. Meccs elejé gyors gólok, utána minden beladással elnyomjuk a másikat, aztán nehogy majd jön egy csapat, mondjuk az ITHR vagy bárki, így egyszer csak így azt mondják, hogy nem,
Hoppá, és ezek 2-0, amiközben te erről beszélsz. Zekev, akit te egyébként nagyon-nagyon dicsértél. Sokadik gólját szerzi már ezen a Best of 3-on belül is. Szépen előzi meg az érkező emmet. Aki mondjuk beleér a labdába, de semmit nem tud vele kezdeni. Ellenben csak végignézi, hogy az begurul a kapuba. 2 gólos a Pekül jele... Két csapat előnye. Yes! És Tokito jön vissza a játékba a G-Fing. Tokito góljával. Igen. Egy óriási meglátás volt Tokitótól, és hát Madi nem érte utol a labdát. Ez az állás 2-1. Továbbra is a Team Pekülöti részére. Kíváncsi vagyok. Most látom azt a tüzet a G-Fame-be, hogy hát most ők visszatérnek a játékba. Sőt, ott is lett a második gól, nem visszaér Madi. Madi. Mert abban sem vagyok biztos, hogy egyébként bement volna, minimum kapufa. Madi nem találja el másodjára, ott van Sussix. Ez is Sussix. És érjük, hogy érkezik még egy játékos is, nem? Tokito. Hoppa, csikkennek neki ment. Egy kék játékos, majd Sussix egy double tap, nem jó csapattársnak. Se nem góla. Most érkezik Blackev, egy double tap. És nem tudja befejezni egyik csapattársa se. Tokito egyből tisztáz, majd Sussix még visszarakja a labdát. A kapufára. Továbbra is a sárga oldalt van a labda. Ez egy jó helyzet is lehet a Team Pekritinek. Sussix érkezik a labdára, emmel szembe. Kapufa és végül együttes erővel tisztázzák. Most Tokito mehet, nincsen boostja. Zekev lekapcsolja. Vajas csikken. Beadja középre. Érkezik Tokito! Eltalálta végül a labdát. De mellé ment. Mindenesetre tovább és támadásban maradhat a G-Fame. Tokito. Nem. Mi? Skipattant végül, Zekev mehet. Vajas csikken. Visszaért. Nagy tisztázás. Viszont nem érje el Madi. Igen. Vajas csikennek nincs boostja. Végül aztán rámegy Zekev is meg. Tokito visszaadja, nézzük. Nem, azt hiszem, hogy Vajastiken utána fordul, de nem. Elmegy óriási védés Madi lövésére. Bő 2 perc, továbbra is tartja magát ez az egy gólos hátrány a G-Fame oldaláról. Ez már ugyanúgy, mint az előző mérkőzés forgatókönyvét látnám, sokkal szorosabb. Így van. A második, mint az első mérkőzés, úgy értem. Sőt, én látom bőven a G-Fame-ben az egyenlítést. Tokito! Zekevnek kellett ott az 50-50-et fölvállalnia. Majd megy a bumpra, M nagyon jól ugrott el előre. Vajas siken előre. És Sussix kiteszi jobb oldalra Zekevnek. És nem tudja elhozni, vagyis hát továbbra is ott maradt középen a labda. Madi indulhatna meg Vajas sikennel szembe, de Vajas siken sikeresen elhozza. Madi indul a jobb szélen, ott van Tokito. Nem, Sussix pont középre üti, az M-nek jó lehet. Gyenge lett a vége. Nem volt azért veszélytelen. Viszont ott elérpülnek a labdának a kék játékosok végül, aztán jól lettem, Sussix volt az, aki tisztázni tudja. Vajas siken nem éri el. Tokito hazadja M-nek. Nem, saját magának, azt hittem M fog rám menni. Viszont a Zekevnek jó lett. Hosszan tolta meg a narancsok játékosa. 1 perc van hátra. Továbbra is egy gólos hátrányban a G-Fame. De támad a Pekureiti. Vissza tudja még hozni szerinted innen arany csapat, ha játottak alapján? Hú, bármi lehet. Kötélyen táncol mind a kettő csapat. Meg az én idegeim is a kötélyen táncolnak, azt kell mondjam. Csak jobbra-balra jönnek az erős lövések. Kis pingpong, mint a kialakult volna. De mégis inkább egy erőteljesebb pingpong. Próbál mind a kettő csapat kitörni, Madi! És Madi meg tud indulni, és ott is a harmadik gól a Team Pekritinek. Ezzel talán kijelenthetjük, hát azért nem határozottan, de talán kijelenthetjük, hogy Team Pekriti megnyeri ezt a mérkőzést. Van benne valami. De hát ki tudja, 24 másodperc ma hátra. Na ha az bement volna, akkor azt hiszem tényleg ki lehetett volna mondani, hogy eldőlt. Meg te még ott van Zekev? Még mindig? És Madi rálok! Madi is rárepült! Sussix, ledankolja ötem. Na most fut az eredmény utának G-Fame, de ez már nagyon késő. 5 másodperc alatt 2 gólt szinte esélytel előni. Vajas siker még egy lövés, Sussix védi, innen már game over.
És Madi még beleér, repül a sárga kapu felé a labda is! M Cutie. Jézusom, mi történt? Azért tegyük hozzá, a G-fém megismételte ismét azt a brutális menetelést, amit az előző selejtezőn is nyújtott. Most a magasabb létszám miatt még több mérkőzést nyert az alsó ágon, a másik fordulótól kezdve. Hát hogyan is, hány kör is volt, azt hadd számoljam. 1, 2, 3, 4, 5, ez volt a hatodik forduló sorozatban az alsó ágon.